Az, hogy a Guerrero nyitólag tök mindegy, hogy 11-es volt, vagy nem gól. Robi Prince azt mondja, idén feljutunk. Nem hiszem, páncélkocsiba, mondja Paul Fan. BVB Roli, a szabálytalanság még kívül volt, de tök mindegy. Hát most már igen, Wolfsburg 94-nek is tetszik, nagyon szép volt. Hát uraim, akkor lehet, hogy itt a tradíció folytatódik. Stefan Kunczal és a Fritz Walter stadionnal. Florian Dick pedig nagyon hálás Florian Meyernek, mert ugye őnekik együtt van a névnapjuk. Már amennyiben ugye Germániában lehet ilyen ünnepségről beszélni. Nincs. Akkor csak cimbi, akkor csak múrok. No. Bellinghausen gyönyörűen belemert a labdát Eigelbe. Boakye. A jó Izsák. Így van, a jó Izsák elveszett ott, és aztán csaphatott előre Bellinghausen. Mit csinált Sasic ezzel a bandával? Abandonado, Eigler. Kapott most gazdagon, de hát nem olyan típus ő, hogy csak úgy megrecsenjen bármitől is. Itt van Niamóka, és aztán a végén Florian Dick. Bellinghausen. Az újdonsült csapatkapitány, ő maga se értette nagyon, hogy miért választották a legszimpatikusabb játékosnak őt a szurkolók. Hát azért, mert a szívét, lelkét kiteszi minden egyes mérkőzésen. Micsoda kulcsolás volt ott Pajicsi, illetve a védő Breska között. Breska jöhet a dobással, Mario, Super Mario, Vitek, a másik tót. Mnári kis ilyen belenézett a hazai futballista stopliába, Eigelt be. Bellinghausen, ja nem, bocsánat, Amedik volt ő az, Martin Amedik. Florian Dick most aztán megtátasodott. Kluge. Beszagol egy kicsit Florian Meyer hóna alá, hogy vajon milyen, tart-e még, ugye, fog-e még az ereje a dezodornak. Aztán mutatja Kluge, hát azt nem is egészen értem, hogy honnan volt a gondolat, hogy ő a labdát eltalálta, sose találta el. Ez Jendriseknek nem jó. No, teljesen interaktív információ. A Kaiserslautern góljánál azt a dalt kezdték el énekelni a népek, amely akkor volt indulója a csapatnak, amikor 10 éve feljutottak az élvonalba, és utána bajnokok lettek. Ebben a szezonban a szurkolók kérésére minden hazai gólnál ez a dal szól majd. Ja, nem is ők énekelték, hanem ugye a bejátszották a dalt. Na hát, végre sikerült kikavarodni ebből. A nőnek ültözött Rundström hazament, azt hiszem, Dániába. Én ezt nem mondhatom ki. Szünetre sima 1-2 lesz Ebbers. Üdvözlet végre megjött. Harcsa! Szorul a hurok a Nürnberg nyaka körül. Ne, a Rundström már semmi baj nem volt. Állítólag nagyon karmolták őt a Kaiserslauterni kis csajok. Fú, barna bőrű, hát jóképű, koma futballista, fú, sztár egyéniség. Az a baj, hogy a játék maga nem nagyon dobta föl. Azt mondja, sírán a nürnbergiek maximum álmukban jutnak fel az idény végén. Senderos így van a Milánba igazolt, Seva is visszakújtorgott. Shevchenko volt itt jövésmenés a hétvégén. Demai, Hyman, Demai. Ja, itt volt csak néha, az Ebbersze, hogy itt volt. Jó, csak nem. Azt mondja Ozsi Húsz, hogy tavaly kiszurkolta a Lautern bemaradását, idén meg lesz a feljutás, utána három mosolygós figura. Hát nem tudom, hogy ez a boldogságot jelenti, vagy pedig az iróniát. Jön az ívelés, könnyedén elintézte. Ameddig? Nari! Hogy verett Florian Dick? Kotis? Vitek?
szépen húzogatja a labdát, lassan kifogy a szusz előle. Picture el, de vissza, aztán el. És akkor megint itt vagyunk. Pinola Vitekhez dobja a labdát. Biztos, hogy egy százas szabályos bedobás volt. Lesz-e szöglet? Így van. Sasakot is mellett. Utoljára a TGV ment el, vagy egy német Intercity. Na nézzük akkor egész különös pózból, hogy mi következik. Jöhet a szögletosz, Breska fogja behúzni egész messzire. Budot Cippel pedig megmutathatja, hogy az a pup mintás kesztyű jó-e a kezén. Kotis, semmi. Pinola megvárta, még az ember Jendisek felugrott, aztán hátrateszi az Argentinos, Abardonado nyitja a bandát, Kluge. Na, ez sem volt gyönge. Törést tesznek, nem volt olyan könnyű munka. Masmanidis. Hát játszott néha az Chelsea-ben se van. És akkor, nem tudom, hogy ez Kulfan 5-től kérdezem, hogy ez igaz, hogy a Fradi Békés Csaba 6-1? Jó, igen, több helyről is érkezik a megerősítés. Tobias Cippel azért még egy kicsit beszólt a védőinek. Azért igazolt el a Kaiserslautern-től, azért ment el Görögországba, mert hogy hát itt csak kispados volt Cippel mögött, aztán kiderül, hogy hát odahaza is csak kispados lett. Emlékeim szerint nem is védett az Európa-bajnokságon az osztrák együttesben. Pinola! Vitek! Wattara! Balkiére nem nagyon lehet számítani elől. Ez kutya dolog volt, és aztán mutatja Eigler, hogy ő neki ez ugye jó átadás volt, csak a pálya egy kicsit keskeny. Köszönöm a megerősítést, hát egy tényleg. Zaka dobja a támadásba. Jendrisek nagyon él, és aztán Vitek, a két tót ember veszekedett. Boakie ott van mellette, ameddig, az egy bőr jellegű kötény volt. Húha! Egy kicsit vicces volt itt Martin Amediknek a megoldása. Ki akar sírni Florian Meyernél? Na hát a YouTube-on nem fog föltűnni ő a labdazsonglőr kategóriában. Esetleg valami évvégi vicces összefoglalóban. Itt tiparkodik Isaac Boakye, a gánai játékos szöglethez. Breska érkezett, jó szokása szerint. Kluge is bemegy a sűrűbe, Breska, megint elvégezte Kotis, állj, mekkora tanyázás volt ott. Wolfsburg 94 emlékeztet egy kicsit arra, hogy Ramazan Özcan Rambo mit művelt az osztrák válogatott mérkőzésen, pont a digókat akarták kiegyelni, és a Rambo dobott egy öngolt a saját kapujába. Utána elkeseredetten telesírta az összes internetes oldalt. Hát, hogy ő nem így gondolta. Pajic beadása! Schäfer! Te nagy árnyékharcos! Úgy néz ki, hogy Rafael Schäfer hozza a stuttgarti formáját. Újja! X-Men! Mi lett ott a helyzet? Ez egy picit valahogy talán a kesztyűjével ezt azért egy picit megkarmolta a labdát.